A grúzok régóta büszkék arra, hogy országuk gazdag vizekben. A kaukázusi államot összesen 25 ezer folyó szövi át. Az UNICEF és a WHO legfrissebb jelentése szerint a grúzoknak mégiscsak a 66%-a jut napi szinten tiszta ivóvízhez. Ez a legrosszabb arány a térségben. Egy járókelő férfi például azt mesélte, hogy a csapvízben kis hulladék darabkákat szokott érezni. A gondot az okozza, hogy míg a kormány nagy hangsúlyt fektet a látszatra, és ezért a városok gyors fejlesztésére, addig a vidéket teljesen elhanyagolja. Vannak olyan települések, amelyeknek nincsen csatorna rendszere. Az állam nem tart fenn egy vízszolgáltatót, így az önkormányzatoknak maguknak kell megoldaniuk az ellátást. Ehhez viszont rengeteg pénzre van szükség. Ha a városvezetés beépíti a befektetés költségét a vízárába, akkor megint egy csomóan nem tudják megfizetni. Persze a klímaváltozás is ront a helyzeten, magyarázta az energiaügyi ombudsman. Azt biztosan tudjuk, hogy az infrastruktúrális hiányosságok okozzák a gondot. Több tározó például üzemen kívül van, árnyalta tovább a képet egy grúz kutató. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai alapján 2030-ra a világ összes lakójának elérhetővé kéne tenni a tiszta ivóvizet. Ez azt jelenti, hogy 8 év alatt 2 milliárd ember számára kell kiépíteni vezetékrendszereket, mindezt úgy, hogy a vízkészletek se kerüljenek veszélybe.